A műsor kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota. A vendéged leszek, s te a vendégem. Lássuk, ki fogad most engem. Jó napot, megjöttem. Jó napot, megjöttem. Tudjuk jól, hogy külsőnk, öltözködésünk elképesztően tiszta tükörképe lehet személyiségünknek. Persze ehhez merészség is kell, és sokan ennek hiányában nem merik felvállalni egyéniségüket, egyediségüket, inkább sodródnak az árral a divatlapok, boltok, influencerek által diktált tömeges trendekkel. De vannak olyanok, akik nem csak túllépnek ezeken, hanem megálmodják, személyre szabják és elérhetővé teszik azt a stílust, ami olykor csak egy-egy ember sajátja. Persze kreatívnak is kell lenni ehhez, de szerencsére már a közvetlen környezetünkben is egyre több hasonló emberrel találkozunk. Ilyen inspiráló, isteni tehetséggel megáldott ruhatervező Jánosi Ágnes Anikó is, aki külföldi tapasztalatokkal gazdagodva Székelyföldön alkot, és tudását tanítványaival is megosztja. Kezdjük is a beszélgetésünket egy sétával Sepsiszentgyörgyön a vártemplomnál. Igazából elég eleven voltam ugye édesapám tánctanár is, akkor jártam vele táncolni, tehát hogy volt egy ilyen művészeti vonal a családban, és hát így egy kicsit nehéz gyerekként magam most így kívülről látni, mert akkor még nem gondolkodtam, hogy milyen vagyok, de hogy ilyen barátságos, nagyon-nagyon nyitott, és hát nagyon szerettem, amikor kirándultunk, meg nagyon élveztem a táncházakat és a közösséget, tehát nagyon szerettem így, ilyen társasági kislány voltam. És hát így később kamaszkoromban egy picit olyan megfontoltam, hogy lehet, hogy ilyen korai éretté váltam, tehát hogy Nem tudom pontosan, hogy ezt mihez képes, de hogy úgy érzem, hogy lehet, hogy most így visszafiatalodok kicsit, abban a periódusban vagyok, mert hogy elég korán éretten gondolkodtam szerintem, így a tini koromban, és ilyen tudatosan, tehát hogy így kipróbáltam több mindent, ilyen művészeti ágazatokban, és eléggé tudtam, hogy mit akarok, és azok így nagyjából valamilyen szerencse folytán Össze is jöttek, igen. Mondjuk ez biztos nem csak szerencse kellett, hanem rengeteg meló is. Na de milyen formában kezdett, és mikor érdekelni az alkotás, a tervezés, a színek? Igazából a színházból indult, tehát a festészetből és a színházból nekem ez az egész kreatív vonal, mert ugye elég erős itt Szentgyörgyön, milyen kulturális impulzust kaphattál, kamaszkorodban, hát a legerősebb hatása rám a színház volt, Bocsárdinak a szellemisége, és éreztem, hogy én nem vagyok akkor eléggé ilyen visszahúzódó korszakomat éltem, és hogy a kreativitásom inkább valamilyen vizuális formába kerestem. Tehát tudtam, hogy szeretem ezeket a típusú embereket, ezt a világot, tehát nagyon tudtam azonosulni vele, de hogy inkább ilyen jelmeztervezés fele gondolkodtam. És a festészet volt az, ami így elég hamar kijött, hogy a színekkel így jól tudok, meg hamar, viszonylag hamar fogékony lettem, annak ellenére, hogy későn jött ez ki belőlem ez a rajzolás, de hogy így elég hamar megtanultam, és akkor így 11-edikbe döntöttem el, talán azelőtt már jártam rajzolni egy szobrászattanárhoz, hogy akkor a textil, mert hogy abban benne van a jelmezés, benne van a festészet is, a formák, és akkor, hogy valami sajátos dolgot akartam kialakítani,
nem határoztam meg ilyen nagyon pontosan. Tehát ez a divattervezés, ez igazából azért alakult, mert hogy az iparművészetire vettek fel. Tehát én felvételiztem a film művészetire is, és majdnem, tehát hogy valahogy olyan nehéz volt az iparművészetire bejutni, hogy oda csak úgy elmentem, hogy hát két hely volt. És 60-an voltunk, és akkor így viccből, hát ha már voltam a filmműre felvételizni, oda majdnem biztos voltam valamiért, hogy felveszek, akkor elmegyek az iparra is, és pont fordítva lett. És akkor így éreztem, hogy hát nem teljesen mi alakítjuk a sorsunkat, és akkor így belenyugodtam, hogy jó, akkor ez az utam, és akkor divattervezés. Ekkor ez volt Temesváron. Temesváron kezdtem, és akkor a mesterre felvételiztem. A mesterire. Igen, tehát a temesvári az annyira alapozó volt, hogy ott éreztem, hogy éppen csak egy bemelegítő, tehát nem annyira lehet. Hát kísérleteztünk, de nem volt egy annyira komoly felkészítés, mint amire én számítottam, és akkor azért terveztem Budapestre tovább menni. Jó, de hát akkor Temesvár után mondhatjuk azt, hogy jöttek a külföldi évek, mert igen. Budapest, Párizs, ugye Finnország. Igen. Na, mesélj ezekről az évekről, rengeteg tapasztalat, úgy jöttél haza, hogy itt azért sok mindent összeszedtél. Milyenek voltak ezek az évek? Igen, olyan távoli közben, mert Párizsban lassan 10 éve volt, de szerintem igen, nagyon meghatározta az életemet. Tehát Temesvár után ilyen Erasmusszal voltam, és az azért volt érdekes közeg, mert nagyon-nagyon nemzetközi közösségbe kerültem, és nekem mindig volt egy ilyen vágyom, hogy utazzak, meg más kultúrákat ismerjek meg, és az egy ilyen instant közeg volt erre. Tehát voltak brazilok, koreaiak, dél-amerikaiak, skandinávok, afrikaiak, tehát a világ minden táján vannak barátaim, mert valahogy annyira egy típusú emberek kerültünk oda, hogy mai napig is van, akivel tartjuk a kapcsolatot, többször meglátogattak, én is tervezem, még most is egyik görög barátnőmmel, aki most Londonban él, és Párizsban voltunk együtt, évfolyamtársak, hogy menjünk a brazil barátainkat, látogassuk meg, mert hogy ilyen nagyon élő volt ott az az egész történet. És ebben mondhatom, hogy befolyásolta a mostani világot, vagy amire így, tehát ez az alkotói stílusomat, hogy egy kicsit ilyen nyitottabb vagyok. Igen, vagy látszik is egyébként ez a kollekciókon most hát, már egy érthető. Hogy így más kultúrákra igen, is nyitott igen, vagyok, igen. Vagy szeretnék még utazni, meg így keresem a közös kapcsolódást, valahogy ebben a mi kultúránkban is úgy szeretném megtalálni az értéket, hogy találjam meg a közös pontot, mert ugye érdekelnek ezek az ősi jelképek, akár az indián, vagy a dél-amerikai kultúrákkal, mert hogy ezek az ősképek ugye hasonlóak. Úgy növelni az identitástudatunkat, hogy ne ilyen nemzetiségi kérdésbe menjen át, hanem lássuk meg a közös pontot és az értéket, így egy kicsit ilyen magasabb nézőpontból. Mi a fontos neked egy ruha kivitelezésekor? Tehát mire törekedsz? Ugye ezek nem ilyen nagy mennyiségben gyártott darabok, mindez idáig most fogok egy picit szintet lépni, de nagyon fontos, hogyha nagyobb mennyiségből van szó is, megmaradjon az a figyelem, mert ugye minél kevesebb öltözéket készítesz, annál inkább rá tudod fordítani azt a minőségi figyelmet, amit egy kicsit egy varrónő esetében, ugye, amikor segítséget kérsz és varrónővel készíted el a kollekciót, akkor nem tudod annyira kontrollálni, mint amikor én varrtam a ruhákat, mert így kezdődött az egész történet, hogy a konyhában varrtam az első darabokat, a nappaliban tanítottam, és hát ilyen jó kis bele volt folyamán életemben ez az egész. És ahogy így elkezdett ez a dolog nőni, akkor lett egy nagyobb helyem, most meg egy annál is picivel nagyobb, és hát itt teljesen más, hogy van egy külön tered, és akkor ott tudok szabadon gondolkodni. Én most inkább a prototípusokat csinálom, tehát kitalálom, hogy milyen anyagból, milyen forma legyen, kiknek szeretném,
és ilyen kísérletezéseket csinálok. Most már nyitottam arra a szintre, ez is volt a célom, hogy melyik helyen azt a 10-20 darabot a sorozatban SML méretre kivitelezzem, hanem hogy legyen lehetőségem arra, hogy kidolgozom a prototípust is, akkor egy olyan varrónővel, akivel de jól tudunk együttműködni, azzal összedolgozzak is. És most vagyok ebben a fázisban igazából. Itt bízok azokban, akikkel most együtt dolgozok, és hát van egy ilyen kreatív szabadságom ezáltal. Mit vársz el a varrónőtől? Hát igen, ugyanazt a minőséget, ugye, mert amikor én így egyedi darabokat megrendelésre készítettem a legelején, akkor azért nagyon megnéztem, hogy a varratnak a nagysága, a cérna minőség az anyaggal, hogy találjon, a gépbeállítás, a méret, hogy legyen tökéletes. Tehát én most jövök rá, hogy egy picit így próbálom tárkítani ugye azt, hogy több emberhez eljussanak a ruháim. Hogy azért ez nagyon nehéz, azt a színvonalat, mint amikor ilyen kis dédelgetett darabokat készítesz közelebbi embereknek, vagy akár távolabbiaknak is, de hogy azt értékelik és megfizetik. Tehát igazából ez, tehát nyilván nem tudod ugyanazt a szintet elérni, de hogy valamilyen szinten kompromisszum, de azért meg vagyok elégedve, tehát vannak nagyon jó varrónők még Szentgyörgyön. Próbáltam több, tehát a személyiségétől is, de több emberrel összedolgozni. Tehát, hogy ők is kell az enyémet, az én természetemet érezzék, meg hogy ez nem csak a technikai dolgokról szól, hanem az, hogy érzi-e, amellett meg minőséget is kell ugye létrehozzon. Úgyhogy ez egy ilyen hosszabb keresési folyamat, és most, akikkel együtt dolgozok, azokkal mindig értem, hogy elég jól találsz. Mennyire fontosak, vagy mit képviselnek, jelentenek a színek és az anyagok? Lenne sejjén pamut, gyapot, ugye pamut anyagokkal dolgozok. Ritkán becsúszik olyan anyag, amelyikben van poliester, vagy elasztán ezek a műszálas keverékek, mert manapság nagyon nehéz olyan találni, és hogyha valamiben nagyon beleszeretek a színe miatt, vagy a textúrája miatt, akkor volt már olyan kompromisszum, hogy mellényben vagy tilkabátban becsúszott, de úgy próbálom 70-80%-ba tartani a természetes alapanyagokat. A kendert is nagyon szeretem. Most például pont holnap fogok felvásárolni egy varrónőtől, egy ilyen nagyobb gyűjteménye van ilyen természetes anyagokból, és akkor így tudtam nála válogatni, mert ezek régebb gyártott anyagok. Tehát a mostani piacon van egy-két olyan forrás, ahonnan tudod, hogy tiszta és helyi, és be tudod szerezni, de hogy sajnos van egy ilyen elég erős tendencia arra, hogy ha azt is mondják, hogy len, akkor itt 10% len van benne. És az emberek meg is szokták azt, hogy akkor, még ha adnak is arra, hogy akkor nyári len ruhát, kiseljenek, hogy azért legyen az elérhető. De hogyha igazán minőségi alapanyagokból szeretnél egy ruhát, akkor hát az alapköltség miatt minimum 400 lejnél kezdődik. Most én, amit Fehér Oroszországból rendeltem, Bukarestben is van egy forrás, de ott is úgy van, hogy sajnos külföldről is rendelik. Romániában tudok egy kender anyagokat gyártó cégről, aki külföldre adja el az anyagint, úgyhogy ilyen nagyon benfentes kell legyél az ilyen körökben, hogy hozzá tudjál jutni, mert ha nem, akkor ez csak ilyen 5-10%-os tartalma van, úgyhogy ezt így kell vadászni, tehát tényleg ilyen, hogy is még most már gyűjtöm az ilyen egyiptomi szőttest, meg a marokkói textilt, tehát különböző ilyen helyi természetes alapanyagokból ilyen különleges motivumokat, tehát ez egy ilyen hobbi, de hogyha tényleg gyártásról van szó, akkor tehát, hogy luxus kategória, tehát ez a prémium kategória, amit kevesen tudnak megengedni maguknak, és azért azt is szeretném, hogy egy olyan réteghez is jussanak el ezek az öltözékek, akik nem a nem luxus kategóriában. Mi történik, vagy mit érzel akkor, amikor megvalósul a terv, valósággá válik a ruha? Mert ugye te lerajzolod, megálmodod, elképzeled, de hogy ez egyszer csak egy formát ölt. Mit érzel akkor? Hát őszintén a legjobb fázis szerintem mostanában, amit a legjobban élvezek, az a fotózás és videózás.
hogyha létre is jön az a darab, ugye jól megdolgozol érte, hát van az a sikerélmény ugye az elején, de mikor már úgy mondjuk már lassan, nem is tudom, 10 éve, 7 éve úgy benne vagyok a szakmában, most abban a periódusban mondjuk, hogy a legjobban azt élvezem, hogy hogyan tudom átadni azt a hangulatot, azt az életérzést a videók meg a fényképeken keresztül, mert hát ez azért kemény munka, tehát hogy a szabás, varrás, tehát hogy mindig van valami akadály, amiben beleütközöl, mert nem úgy működik, ahogy elképzelted. Úgyhogy van egyfajta sikerélmény, hogy wow, létrehoztál valamit, de azért, mivel megdolgozol, érted, tehát hogy így egyensúlyban van. Inspirál. Hú, hát van egyfajta ilyen őserő, amit érzek, hogy nagyon mozgatja a fantáziámat, tehát minden, ami kapcsolódik ilyen letűnt korok emlékeihez, akár filmművészetben, akár utazás szempontjából nagyon-nagyon inspirál, hogy érezem meg annak a helynek az erejét, a szakralitását, tehát érzem ezekben az ősi dolgokban azt a értéket, amit úgy szeretnék tovább örökíteni, hogy legyen valahogy életszerű egy mai kor emberének is. Ezt most pontosan nem tudom megfogalmazni, ez egy érzés, amíg tényleg a gyerekkorom óta így a macskakövek, meg a középkori filmek, meg a régi épületek, meg az az életstílus, hát nyilván, hogy idealizálom, mert azért megvolt a nehézsége is azoknak a koroknak, De hogy mindennek valahogy olyan súlya van, a vastag falak, a természetes alapanyagok, bármire így gondolok, meg úgy maga a léptéke, meg az időnek az a lassúsága, ugye, hogy mindennek más értéke volt, meg értelme volt, hogy azt érzem ebbe a felgyorsult életvitelű 21. században, egyfajta egyensúlyt kellene találnunk, hogy valamitől érezzük, hogy ne csak átsiklunk egy életeseményen, vagy az életünkön, akár az egész életünkön, hanem legyen súlya egy-egy történésnek, és ez most akár így az együttalkotás is, hogy legyen egy élmény, vagy a ruhában is legyen valami, amitől érzed, hogy ezt a fajta végtelenséget, vagy nem is tudom, ez egy ilyen filozófia, hogy az isteni részét az alkotásnak, ami nem csak egy anyag, hanem a figyelemtől, amit beleteszel, ugye átalakul, vagy akár ha öröklünk valamit, ugye, nagyanyáinktól, vagy nézünk egy helyi házat, vagy egy helyi tájat, hogy ott hogy éltek együtt az emberek, akkor érzünk benne valami, ami időn túl. Ugye, ha műanyagba csomagolod a testedet, a poliester alapanyagba, az olyan, mintha zacskóba tetted volna, hoztad volna a tested. És nyilván, hogy nem tudnak úgy terjedni ott nem csak, hogy nem a komfortérzeted, meg nem praktikus, mert 2-3 mosás után bolyhosodik, hanem van egyfajta
erőáramlás a testbe, ugyanúgy, mint az ételnél, tehát hogyha jó minőségű ételt viszel be, akkor érzed, hogy nem vagy annyira fáradékony, jobb az életkedved. Ez ugyanúgy kiterjed szerintem az öltözékre is, és a lakásra, a környezetre, tehát hogy így lehet tágítani, hogy ezek a bőrünk, tehát hogy mondjuk van a bőr, a második bőr a ruha, a harmadik a lakás, a negyedik a közösség, és akkor ezt így lehet fokozni, és hát az életminőség így kezdődik. Ez az a fajta gondolatmenet, vagy üzenet, vagy véletérzés az, ami miatt a ruháid nem csak ruhák, hanem hogy nagyon törekedsz arra, hogy azoknak szellemisége, üzenete, átvitt értelme, mondani valója legyen. A te kollekcióidból ez derül ki, hogy túlmutat azon, hogy egy ruhát megvartál és el akarod adni, hanem ezeknek egy akkora történetet és egy olyan mély életérzést adsz, hogy már jóformán maga a történet még jobban megfog, és utána kezded el nézni a ruhát. Igen, igen, ez csak egy eszköz igazából, tehát most lehet sokféleképpen hatni az emberekre. Valahol van egy ilyen... Hát, hogy mi is az élet értelme. Tehát, hogy azon túl, hogy érezzük azt, hogy milyen jó teremteni, mondjuk, aki arra született, vagy feltalálni valamit, vagy valami, tehát mindenkinek van egy adottsága, tehát nekem valahogy ezen a csövön keresztül tud kijönni az a gondolatvilág, meg szellemiség, ami lehet, hogy sokkal fontosabb, mint maga a ruha. Igazából el lehet ezt mondani szóban is, csak úgy érzem, hogy a videó, a kép, az, hogy meg tudod tapintani, mint hogyha sokszor jobban hat az emberekre, mert volt olyan, hogy azt a tollkabátot, amit az egyik női archetípusra készítettem, felvették többen, és így kirázta a hideg őket, mert hogy felelevenített egy olyan érzést, amit nem is ismert magába, vagy felhozott belőle. Tehát, hogy annyi a lényeg, hogy jöjjön át az a töltet, az a gondolati eszencia, ami egy ilyen nemesebb stílushoz segít hozzá, hogy úgy éljük az életünket, hogy legyen valami értelme azon túl, hogy dolgozunk, meg családunk van, meg közösségeknek a része vagyunk, hogy tényleg legyen egy ilyen... Egy mélysége, amit még én is keresek. Tehát igazából ez a keresésről szól. Én csak azt érzem, hogy szeretnék valahogy egy értékesebb, egy mélyebb módon megélni dolgokat, és ez egy módja, hogy keressem. Mondhatjuk, hogy így kapcsolódunk a tanítással? Igen. Hogy ezt átadni? Hogy ezt továbbadni? Vagy együtt megélni? Vagy? Igen, mert az, hogy én most itt alkotgatok, meg kitalálok dolgokat, az önmagában engem nem elégít ki. Uh-huh. Tehát van egy ilyen vágyam, hogy közösségeket hozzunk létre, most nem olyan rég indult el ez a fonó. Ugye én tartok képzést, és akkor onnan kiszűrődtek azok, akik így tovább szeretnék folytatni a varrást, de nem csak a varrást, hanem így hasonlóan szeretnek kapcsolódni, hogy így találkozunk, hiányzott nekik, így magától alakult ez az egész, hogy lejár a képzés, és akkor most mi lesz? És akkor arra találtam ezt megoldásként, meg egyébként én is ezt érzem, hogy ezeknek a fonóknak, amik voltak régebb, volt azon túl, hogy sikerélményük volt, hogy megalkottak valamit, volt egy ilyen terápiás jellege, ahol énekeltek, együtt felszabadultak, kacagtak, vagy akár sírtak, de hogy sokszor egy szakember nagyon jól tud segíteni egy-egy elakadásban, de hogy egy ilyen empatikus közösség, ahol így fel tud szabadulni, vagy érzed azt a támogató szeretetet, az lehet, hogy így megtart. Tehát, hogy ez az, amit érzek, hogy hiányzik, hogy egy picit így el vagyunk távolodva ebben a rohanásban egymástól, és hogy nagyon jól esik találkozni rendszeresen olyan emberekkel, akikkel jól érezzük magunkat, plusz még sikerélményünk van, hogy együtt csinálunk valamit. Ez a két dolog így kiegész, nem tudom, hogy melyik fontosabb, mert így együtt élő a tervezés és a tanítás együtt. Mit szeretnéd, hogy a Jánosi Ágnes név ruhák védjegye legyen? Hú, hát ez egy fontos kérdés, ugyanakkor meg megfoghatatlan, mert
önmagában egy ruha, ha nincs ugye mellette egy történet, akkor sok mindent jelenthet, de hogyha tudják kapcsolni mondjuk ahhoz a videóhoz, vagy a képanyaghoz, amit én így megosztok az online felületeken, akkor azt az életérzést szeretném átadni, ami elsősorban arra inspirálja a nőket, hogy legyenek hitelesek, tehát hogy merjék önmagukat úgy felvállalni éppen abban, amiben vannak. Nem kell ahhoz föltétlen az esztétika fele, hanem inkább az is fontos, hogy jól érezzük magunk a testünkben, nagyon fontos, hogy szépnek érezzük magunk, de a kisugárzás, tehát hogy azt a belső szépséget pendítse meg, vagy azt a húrt, amitől érzi, hogy értékes, és hogy mindenki önmagában, összehasonlítások nélkül egy egyedi, gyönyörű női személy, tehát hogy ez lenne a legfontosabb, hogy ezt az önbizalmat, tehát hogy úgy érezzék magukat a ruháimban, hogy érezzék az önbizalmat, az erőt, a természetességet is, és vállalják fel magukat olyannak, amilyenek. A műsor kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota.